Sziasztok! Üdv! Én Kovács Áron vagyok, ha még nem találkoztunk. Angol tanár, ha pedig már visszatérő látogató vagy a csatornán, akkor örülök, hogy újra megtisztelsz a bizalmaddal. A mai alkalommal, a mai videóban a kiejtésről lesz szó, a kiejtésnek a fontosságáról, jelentőségéről, értékéről, mértékéről, hogy helyezkedik el az a tanulási folyamatban, miért fontos, és egyáltalán mekkora hangsúlyt is kellene, hogy kapjon, és ha nem jó, akkor mit tehetünk az ellen, hogy jobb legyen? Bár ez az utolsó kérdés lesz talán a legnehezebb megválaszolni. A kiejtés, én nem árulok el vele nagy titkot, számomra fontos. Talán fontosabb is, mint egy átlag tanárnak, de nem mindig volt így. Korábban inkább a nyelvhelyesség, a precizitás volt az elsőrangú. Most inkább a kiejtés, beszéd, folyamatosság, intonáció és a szókincs és az egész nyelvnek a lendületessége talán nagyobb szerepet kap mostanában nálam, mint a nyelvhelyesség. A kompetenciának, a kommunikatív kompetenciának nagyon is része a helyes kiejtés. Azért része, mert a helyes kiejtés nélkül nincs jó szövegértés, és rossz szövegértéssel nincsen jó kommunikatív kompetencia. Ha ezt kicsit lefordítod, akkor ez nagyjából úgy néz ki, hogy ha rossz a kiejtésed, akkor nehezen fogod megérteni a beszélt nyelvet, és hogyha nehezen érted meg a beszélt nyelvet, akkor számodra a kommunikáció és a beszéd az mindig egy problémás témakör lesz. Általában azoknál nem szokott a kiejtés problémás lenni, akik inkább elsajátítják, vagy célnyelvi országban egy idegen nyelvi belemerülésként élik meg az angol nyelvet. Viszont aki könyvekből tanul, és az angolt azt mindig könyvekből áramoltatja be a fejébe, annak mindig lesz egy kis problémája, vagy sok problémája a kiejtéssel, hiszen a magyar és az angol az két teljesen eltérő nyelv. Mindjárt beszélek erről is egy picit jobban. Arról szeretnék beszélni, hogy milyen szinteket különböztethetünk meg az angol kiejtésben. Van négy szint, ami már érthető, elfogadható, most legyen egy iskolai 1-től 5-ig tartó szintezés, és egy szint, ami nem elfogadható. Tehát van egy küszöbb szint, ami alatt nincsen elfogadható kiejtés. Ez az elégtelen. És az anyanyelveknek a reakciója a helytelen kiejtésre, vagy a rossz kiejtésre, vagy a rossz intonációra, tehát a kiejtésre, mint nagyobb egységre tekintve, a kiejtésre az érzelmi reakció fog érkezni. Tehát ritkán objektív, és ritkán elemző, és azt mondja, hogy ő biztos nyelvtanuló, azért rossz a kiejtése, mert ez lehet a második reakció, de az első reakció az mindig érzelmi. És általában lesújtó, hogyha rossz a kiejtés. Tehát nem tehet róla az a nyelvű, hogyha rossz a kiejtésed, akkor bár te nem fogod tudni, mert általában udvariasak, de attól még becsukódnak olyan kapuk előtted, amiről nem is tudtál, hogy létezett. Ez az egyes szint, ez az elégtelen szint, ez azt jelenti, hogy nem ért. És az érzelmi reakciója az, hogy nem vesz figyelembe. Nem kommunikál veled, otthagy, mert egyszerűen nem éri meg számára. A kettes szint, az elégséges szint, ez már a küszöbi szint feletti szint, amikor már ért, már oda akar figyelni, de feszeng, kínos, nagyon sok energiát vesz tőle igénybe, mármint az anyanyelvűtől, hogy téged értsen, és alapvetően negatív érzelmeket gerjeszt ez, de már elérte azt a szintet, hogy minimálisan, hogy ért. A hármas közepes szint az nagyjából az a szint, ami kényelmesen érthető valakinek, de még tele van hibával. Mármint, hogy az anyanyelvűeknek kényelmesen érthető. Tele van hibával. Igazából nem is azt mondanám, hogy kényelmesen érthető, hanem kényelmesen elviselhető az anyanyelvű számára ez a kiejtési szint. És a négyes szint az a jó kiejtés. Az a kiejtés, amikor az anyanyelvű könnyen és élvezettel tud veled kommunikálni a kiejtésed szempontjából, de ez még egyértelműen tudja, hogy te külföldi vagy. Neked három szót kell mondanod, és pontosan belül téged arra, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy. Lehet, hogy te ezt nem fogod visszakapni, ezt az információt, hogy ő ezt gondolja, de attól még így működik. Az ötös szint az a anyanyelvihez közeli kiejtési szint, és igazából
Ez az a szint, ahol gyakorlatilag itt is érzelmi reakciók lesznek. Döbbenet esetleg, hogy hú, de jó beszélsz angolul, vagy gyanakvás, vagy teljes elfogadás. De azt hiszem, hogy a négyes szintől már az önnyelvűek alapvetően partnerül fogadnak. És a kérdés az, hogy ebből az öt szintből vajon egy nyelvtanulónak mit kellene elérni? Azt azért tudni kell, hogy a kiejtés, a célnyelvig, tehát az anyanyelvtől a célnyelvig tartó szakasza, az mindig egy megközelítés, egy approximáció. Nem fogja senki elérni az anyanyelvű szintet, illetve csak őrült sok munkával, tehát évtizedek munkájával. Viszont valahol mindenki a kettő között tart. És igazából még a helyes kiejtés, mint olyan, hogy a helyes kiejtés, ez még az anyanyelvű szinten is egy elképzelt dolog, mert ilyen nincsen. Vannak standardek, vannak statisztikai átlagok, vannak akcentusok, dialektusok, ami az adott anyanyelvi nyelvproduktumot jellemzi. De alapvetően az, hogy tökéletes kiejtés, olyan nem létezik az angolban. Nagyon sok jó kiejtés van, vagy nagyon sok tökéletes, vagy az adott nyelvjárásnak megfelelő tökéletes kiejtés van, de igazából ennyi. Nincsen tökéletes angol kiejtés. Mert az egyiknek ez a tökéletes, a másiknak meg az a tökéletes. És a kérdés az, igazából ez csak egy elméleti dolog. A legtöbb nyelvtanulónak az lesz a gyakorlati kérdés, hogy ezen az ötszintes skálán vajon az ő kiejtése hol van, és mit kell tennie ahhoz, hogy följebb lépjen, és mi az elfogadható. Ahogy előbb is elmondtam, az egyes szint az kuka, az nem elfogadható. A kettes szint szerintem nem lehet cél, mert az egy olyan érzelmi reakciót vált ki, ahogy előbb is mondtam, hogy rettentően ideges és feszült egy anyanyelvű, mert nagyon sokat kell figyelnie, nem kényelmesen ért. Én azt gondolom, hogy valahol a hármas és a négyes lehet a cél, ahol már kényelmesen elviselhető az a nyelvtanulónak a kiejtése, és valahol jó, ahol már partnerül tud fogadni egy anyanyelvű. Az, hogy céle az, hogy elvigyük a tanárként, számomra ezt a kérdést most tanárként teszem fel magamnak, hogy céle az, vagy cél lehet-e az, hogy egy tanulót valahol az anyanyelvűhez közeli kiejtéshez vigyünk el? A válaszom az, hogy nem. Azért nem, mert őrült sok időt vesz igénybe, és nem éri meg. Egyszerűen nem éri meg. Valahol számomra a négyes szint az a szint, amit érdemes belőni. Az az a szint, ahol amit már korábban is elmondtam, az anyanyelvű teljesen partnerjéül tud fogadni, és kényelmesen tud veled kommunikálni. Elmondom, hogy miért nem éri meg az anyanyelvi szinthez közeli kiejtést megpróbálni elérni. Azért, mert ez csak nagyon sok év munkájával lehet, és nagyon-nagyon-nagyon nagy energiabefektetéssel. Gondolj bele, hogy a nyelvtanulás során minden idő. És ezt az időt, ezt hatékonyan kellene felhasználnod. Mennyi az értelme annak, hogy te nap-nap után azzal foglalkozol, hogy az a kiejtés az tökéletes legyen, az az intonáció, vagy az az intonációs minta tökéletes legyen, de tökéletes, tehát nem jó, hanem tökéletes. Ehelyett rengeteg szót, rengeteg más tudnál megtanulni. Gyakorolhatnád a nyelvtant, gyakorolhatnád a szavakat, egyszerűen gyorsulhatnál, egyszerűen használhatnád a nyelvet. És ezért nem éri meg. Mert ez egy logikus döntés a nyelvtanuló szempontjából, hogy azért nem kell túlzásokba esni. De azért ez a fajta igénytelenség, én úgy mondom, hogy igénytelenség, ami nagyon sok nyelvtanulóban benne van, hogy elég a kettes szint. Elég az, hogyha minimálisan értik. Ezen nem tudok azonosulni. Igen, nagyon sokan úgy gondolkodnak erről a kiejtésről, hogy nem baj, hogyha az anyanyelvű, ahogy én kinyitom a számat, azonnal tudja, hogy én kelet-európai vagyok. Mert ez az önazonosságomnak a része. Az, hogy én így beszélek angolul, az azért van, mert én így akarok beszélni angolul. És ha én francia vagyok, akkor igenis tudják, hogy én francia vagyok. Ha magyar vagyok, akkor recsegjenek azok az errek, és
és maximum összetévesztenek egy skóttal, de tudják, hogy én magyar vagyok, és így tovább. De ez inkább csak egy ilyen, nekem olyan érzésem van, hogy ez egy ilyen felmentés az alól, hogy nem kell ebbe energiát befektetni. Elég az, hogyha minimálisan megértenek. Lehet, hogy neked elég, de visszautalok az előbbi mondataimra. Érzelmi reakciókat fogsz kiváltani azzal, hogyha rossz az angol kiejtésed, és nem is fogod tudni azt, hogy miért nem vagy sikeres az anyanyelvű kommunikációban. Csúnyán mondom, azért, mert szar a kiejtésed, azért. Úgyhogy ezért is nagyon fontos fejleszteni az angol kiejtést. Ha fejleszteni akarod az angol kiejtésedet, akkor mit lehet tenni? Igazából két utat választhatsz. Vagy analitikusan fejleszted az angol kiejtésedet, illetve a tanár, aki segít a munkádba. Az analitikus azt jelenti, hogy részletekbe menően lebontja a hibákat, felépíti az artikulációs bázist, megtanítja a fonetikai átírás jeleket, megmutatja, hogy hol vannak a hangsúlyok, a szóhangsúlyok, a mondathangsúlyok, a főhangsúly, mellékhangsúly, a egyszerűen minimal pairekkel, minimal pairs, ezt így hívják, amiben csak egy hangot ér el, két szó, gyakoroltatja azt az adott problémás hangot, diktál, hangosan olvastat, és egy csomó olyan eszköztárat vezet, vagy ved be, amelyek a kiejtésedet javítják. Ez az egyik, ez az analitikus kiejtésfejlesztés. Amikor analizálják, hogy hol van a rossz kiejtés, és megmutatják, hogy kell jól csinálni. A másik, amikor teljesen intuitíven, egyszerűen belemerülsz abba a célnyelvbe. Nem magyaráznak el semmit, csak utánzod, hallgatod a Netflixet, az HBO Go-t, a YouTube-ot, és megpróbáld az anyanyelvi, autentikus angol kiejtést elsajátítani. A kettő közül, mint minden más végpont, két végpont közötti döntés szerintem hamis, mert mind a kettőt érdemes használni. Amikor valaki fiatal, és fiatalon tanulja meg az angolt, vagy fiatalon merül bele az angolba, most már egyre inkább olyan mértékű digitális adat áll rendelkezésre, például videók, filmek, amelyben egyszerűen nyelvi fogyasztóvá válik valaki, és mielőtt probléma lenne az az adott hang, azelőtt egyszerűen nem is jelenik meg maga a probléma, mert annyiszor hallja valaki azt a helyes kiejtést, vagy ezt a helyes intonációs mintát, vagy ezt a helyes elemet, hogy egyszerűen nem lesz hiba. És általában itt most a fiatalokról beszélek. Az én lányaim is nagyon hasonlóak, és tényleg sok tartalmat, angol tartalmat fogyasztanak, és emiatt nem is szokott ezzel baj lenni. A probléma inkább abból fakad, amikor valaki nem nagyon találkozik élőbeszéddel, nincsen a célnyelvi országban, nem hallja az élőbeszédet, egyszerűen csak bújja a nyelvtankönyveket, és a nyelvtankönyvekből önmaga próbálja kitalálni azt, hogy kell kiejteni azt az adott, hogy kell kiejteni azokat a szavakat, mondatokat, hol van a hangsúly, és mint ilyen, mindig a magyar anyanyelv lesz a minta. Csak a probléma az, hogy a két nyelv merőben különbözik. Tehát ez a két megközelítés, hogy hogyan fejlesztjük a nyelvtudásunkat, mind a kettőt érdemes használni. Mind a kettőt egyszer, hogyha most mondjuk egy középkorú, az angollal már régóta kapcsolatban lévő nyelvtanuló vagy, akkor mindegy mit, csak autentikus forrást hallgass. Persze szembesülni fogsz azzal a ténnyel, hogy az agyad egyre jobban bezárul, egyre kevésbé engedi be az új információkat, és egyre kevésbé rugalmas. És hiába mondják neked helyesen, hogyha már évek óta rosszul ejtetted azt a szót, akkor neked aztán mondhat bárki bármit, meg hallhatsz bármit, hogyha azt egyszer rosszul rögzítetted be, az akkor úgy is marad. Valahol, ahogy előbb említettem, a kettő közötti út az helyesebb. Merülj bele a célnyelvbe, autentikus forrásokkal vedd körbe magad, de muszáj, hogy valaki rámutasson a hibáidra. Az óráimon általában úgy szokott történni, hogy ha beszélgetünk, akkor nem szakítom félbe a tanulót azzal, hogy na ez nem igaz, hogy nem szakítom félbe, ha a hajam égnek áll, akkor félbe szakítom, de a legtöbbször
egyszer nem bírom kérni, szakítsam félbe, vagy annyira vicces, vagy hülyeség, amit mond, hogy muszáj félbe szakítanom. De a legtöbbször ez úgy szokott bekövetkezni, hogy leírom a hibákat, a kiejtési hibákat, és utána megbeszéljük. És nyilván ez egy óra után nem egy nagy minta, pár hiba lesz, 1, 2, 3, 5, 10 hiba lesz, de amikor már lement 5, 10, 20, 30, 50 óra, akkor egy nagyon precíz képet kap a tanuló arról, hogy itt van ez a pár száz szó, amit mindig elszúrok. És azért szúrom el, mert korábban, amikor megtanultam, helytelenül tanultam meg. És kőkemény, izzadságos, fáradtságos munkával megpróbáljuk kijavítani, akármi is legyen az a hiba. Nagyjából ezt a két hozzáállást tudom elmondani a kiejtés javításához. Viszont nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ha egyszer valakinek rossz a kiejtése és berögzült rosszul, akkor azt ember legyen a talpán, aki ki tudja javítani. Sokszor nem is megy, sokszor bizony, itt nem mindig sikertörténetekről van szó. Nagyon sokszor az is eredmény, hogyha az elfogadhatatlan kiejtésből átmegy kettes szintre. És az a legnagyobb eredmény, amit el tudunk érni. Vagy hogyha kettes szintről fölmegy hármas szintre, tehát soha nem is lesz cél az, hogy négyes szintre fölmenjen. Hanem csak az, hogy az elfogadhatatlan nyökögés, makogás, őzésből legyen valami érthető olyan folyam, amiből egy anyanyelvű, ha még nehéz is, de ki tudja szedni azt az információt, amit szeretett volna a beszélő dekódolni. Milyen kritériumai vannak az elfogadható kiejtésnek? Amit mondtam, van egy szint, ami alatt nincsen elfogadható kiejtés. Ez az érthetőség, ami az összes kiejtés aspektusát tartalmaz, az intonációt, a hangsúlyokat, stb. A második fontos elem a következetesség. Hogyha valaki egy nyelvtanuló rosszul is ejti azt az adott szót, viszont mindig ugyanúgy ejti ki, mindig ugyanúgy ejti ki rosszul, akkor először nyilván nem fog érteni az a nyelvű, de egy idő után lehetőséget kap arra, hogy ráhangolódjon erre a hibára, és egy idő után, aha, te ezt akarod mondani, jó. Ez nyilván terhet ró a beszéd dekódolójára, tehát a hallgatóra, de mégis, hogyha valaki rosszul ejti, de egyféleképpen ejti rosszul, akkor egy idő után a másiknak esélye van ráhangolódni. És a harmadik kritérium ez az elfogadhatóság, tehát amiről beszéltem is, hogy az intonációs mintáknak az elfogadhatósága, amely érzelmi eredményt fog szülni, vagy érzelmi reakciót fog kiváltani, és ez magyarban is így van. Ha például belegondolsz abba, hogy az angolnak néha sokkal magasabb hangsúlyokat, vagy hanglejtést, sokkal tágabb hangfrekvenciákat enged meg. Mondok egy példát. Tehát ez teljesen általános az angolnak, hogyha azt mondja, hogy hello, how are you doing? És te ránézel, te hülye vagy? Te miért beszélsz így? Ez tényleg komoly? Mert a magyarnak ez a magas, mély hanglejtés, ez nem sajátja. És a te reakciód is eleve negatív ehhez az intonációs mintához. Na most az angolnak is pontosan ugyanilyen negatív a reakciója azokhoz az intonációs mintákhoz, ami nem az ő sajátja. Hogyha megkérdezel egy anyanyelvűt, hogy milyennek tartja a te angolodat, akkor, és itt most egy átlagos nyelvtanuló angoljáról van szó, mert lehet, hogy pont a tiéd tökéletes, akkor azt fogja mondani, hogy plain. Hát egy kicsit egysíkú, mert ilyen nyelv a magyar, hogy mi egy kicsit egysíkúan beszélünk. Tehát kevésbé megy föl a hangsúly, megy föl vagy le. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen idióta hülyén kell beszélni, mint ahogy most előbb mondtam, vagy mutattam, hanem azt jelenti, hogy az angolnak van egy olyan mintája, egy olyan dinamikus lüktetése, amelyet nem fogsz tudni nyelvtankönyvekből megtanulni. Ezt csak akkor tudod megtanulni, hogyha élő angol nyelvet hallasz, és utánzod. És akár elemzed is.
és tudatosan és nem tudatosan megpróbálod megtanulni. És nem vagy igénytelen. Mert az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok nyelvtanuló egyszerűen úgy van vele, hogy jó lesz az úgyis. Tehát hiába mondom nekik, hogy itt ez a gyönyörű foghang, ez a dentális hang. Think. Mondd ki úgy azt a szót, hogy think. De nem, az think lesz, az think lesz, meg think lesz, de nem lesz think. Azért, mert a hangképző szerveket egyetlen egy pozícióba kell rakni. Ha erről a hangról beszélek, egyszerűen a nyelvedet be kell dugni a két fogsor közé, egy kicsit ki kell nyitni a fogsort, a nyelvet kicsit be kell dugni, és a levegő mindenféle zöngés nélkül, ez a zöngétlen hangról vonatkozik, kiáramlik a alsó fogsor és a nyelv között, és a felső fogsor és a nyelv között. És lesz belőle egy hang. Viszont, hogyha nem teszed ide ezt a hangképző szerveidet, magyarul nem dugod ki egy kicsit a nyelvedet, akkor nem lesz az a hang. És akkor te össze fogod keverni a think és a think szavakat. Vagy a thought vagy thought szavakat. De az nem ugyanaz. Tehát erre érzékenynek is kell lenni, meg kell hallani ezt a különbséget. Lehet, hogy te nem hallottad ezt a különbséget, de nagyon erős a különbség. És egyszerűen ezt jól kell tudni ejteni. Tehát a jó kiejtés az ott kezdődik, hogy alapvetően tisztában vagy az angol kiejtésnek tehát a hang, először is a hangokkal tisztában vagy, hogy milyen hangokat tud az angol képezni. Mert például itt van benne ez a két foghang, a th, meg a th, a fa, th-ben, amely a zöngés és a zöngétlen foghang, amely nincsen benne a magyarban. De nincsen benne például a magyarban a dupla v, a w. Biztos láttad, hogy ez egy kicsit ajakkerekítéses hang, nem pedig v hang. V vagy w hang. Nem mindegy, hogy azt mondod, hogy wet, vagy azt, hogy vet. Lehet, hogy hallod is a különbséget, lehet, hogy nem hallod, de nyilván előnyben vannak a kiejtés gyakorlásában azok, akiknek van egy kis zenei múltjuk, mert egyszerűen az ő fülük érzékenyebb. Megértem, hogy vannak olyan emberek, akiknek a fülüktől az agyukig egyszerűen ez a folyamat nem detektálja azt, hogy ez különböző hang. És mivel nem detektálja, amikor lehívod ezt a hangot az agyból, és megpróbálod kiejteni, egyszerűen helyettesíted valamivel. That, például azt akarod mondani, hogy T-H-A-T. Persze, az mindenkinek úgy lesz, hogy that. De az a that nekem az a debt szó lesz. És nem pedig a that szó lesz. És egy anyanyelvűnek is hasonló lesz a reakciója, mást mondasz, mint amit szeretnél mondani. Ezeket úgy hívjuk, hogy minimal pairs, ezekről korábban esett szó. De ha már erről beszélek, akkor mondok egy-kettő ilyen vicces példát, ami korábban előjött. Például azt akarod mondani, hogy Coke. Tehát a Coca-Cola-ra gondolsz, és azt mondod, hogy mondjuk az evés, ivás, étkezés témakör nagyon általános dolog, és azt mondod, hogy I love a big Coke. Tehát szeretek egy jó nagy adag kólát meginni. Mondjuk elmész a Mackey-ben, go to McDonald's, and I love a big Coke. Nézd csak a számot. Coke. Viszont a helytelenül azt fogod mondani, ezek mind megtörtént esetek, és természetesen ez jókat derít a napomon, és azt mondtad, hogy I love a big cock. I love a big cock. Hát akkor egy jó nagy lompost szeretsz. Akkor se jó, hogyha fiúként mondod, meg akkor se, hogyha lányként. De alapvetően coke vagy cock? Beach vagy bitch? Nem ugyanaz. A beach hosszú, nézd, hogy ilyen beach, az a tengerpartot jelenti, de a bitch az egy offensive word for a woman. Az egy eléggé sértő szó. Menjünk vissza mondjuk az étkezéshez, hogy eszembe jutott egy másik is. A franciák a palacsintájukat úgy hívják, hogy crepes, crapes. Viszont a crepes az egy nagyon jó kis kaja. Kicsit laposabb, de alapvetően palacsinta. Viszont te azt mondod a crepe helyett, hogy crap. Viszont a crap,
I love eating crepes. I love eating crabs. Na most a crab az azt jelenti, hogy szar. De tényleg, csoki. Szar. Tehát, hogyha azt mondod, hogy I love eating crabs, akkor te bizony szart szeretsz enni. Te nem ezt akartad mondani, én pontosan tudom, csak éppen te ezt mondtad. És azt mondod, hogy hát ez csak egy hangkülönbség, ez csak egy icipici hangkülönbség. Hát igen, de lukra futottál vele, és vagy így a homlokára csap az anyja, hogy úristen, mekkora marha, vagy kiröhög, vagy mindenképpen érzelmi reakciót fogsz kiváltani. Vagy cheat, vagy például azt a szót akarod mondani, hogy lehet, hogy egy kicsit a mostani epizód egy picit szexista lett, de most pont ez jutott eszembe. Például focus, ezt akarod mondani, ráfókuszálni, odafigyelni valamire. I want you to focus. Szeretném, hogyha odafigyelnél. De helyett azt mondod, hogy I want you to fuck us. Úgyhogy, na jó, ha már ennyire belementünk, akkor mondok még egyet. Fork on the table. Ugye, villa az asztalon. Fork on the table. De te elrontod a forkot, azt mondod, hogy fuck. Fuck on the table. Biztos, hogyha bemész egy étterembe, és azt mondod, I want a fork on the table, akkor adnak neked egy villát. De azt mondod, hogy I want to fuck on the table, akkor meg kiküldenek a picsába, hogy ne ott bulizzál nekik. De ez minden nemzet más-más hibákra fog hajlamos lenni. Azért, mert az alapvetően a kiejtésben, hogyha te egy makacs ember vagy, és azt mondod, hogy majd én ki tudom ejteni, akkor ezekbe a hibákba belecsúszhatsz. De például egy francia, aki, ez jó, nagyon jó, egy francia, aki ki fogja hagyni a hákat, tehát egy francia anyanyelvű, ki fogja hagyni az első hákat. És nem azt fogja mondani neked, hogy happiness, all I want in life is happiness. És itt jó megnyomja a magyar a hát. Ez nem is szokott a magyaroknál probléma lenni, hanem azt fogja mondani, hogy all I want in life is happiness. A penis. Megint csak egy jó nagy brokiról van szó. Tehát nem akartad azt mondani, de mégis azt mondtad. Nagyon sok esetben viszont én most azt hiheted, hogy minden egyes hang ennyire fontos. Igen, vannak esetek, amikor két szót összekavarunk, és emiatt fontos. Viszont hogyha mondjuk azt mondod, hogy I live in a big house, ezt helyesen mondtad, a house-ról van most szó, és esszel végződik. Ha viszont azt mondod, hogy I live in a big house, akkor igazából neked akcentusod van, de attól még értették. Tehát azt a szintet kell elérned, ahogy korábban is már volt szó, hogy minimálisan érthető legyen. Intelligible. Minimálisan érthető legyen az angolod. Ha viszont, és én azt javaslom, hogy próbálj befektetni annyi energiát, hogy minimálisan én a kettes szinten nem elégszek meg. A háromas szint is még számomra, ez a kényelmesen, legyen négy. Legyen az a szint négyes. És ahelyett, hogy néha bújod a nyelvtankönyveket, egyszerűen próbálj meg az angol kiejtéseden is javítani. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Lehet, hogy egy kicsit hosszúra is sikerült, de hogyha úgy érzed, hogy tanultál belőle valamit, akkor kérlek, nyom egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kommenteld, hogy számodra milyen hülye hibák voltak, vagy milyen hibákat ejtettél. Én is készítettem már videót arról, itt láthatjátok, hogy vagy itt, mindegy. A tipikus olyan hibákról, amelyeket magyarok követnek el, de nyilván ebből még van sok száz. Ha van kedved, írd le, hogy te milyen vicces és érdekes helyzetbe futottál bele a kiejtéseddel kapcsolatosan. Köszönöm, hogy velem voltál, köszönöm, hogy megnézted eddig ezt a hosszú, lehet, hogy egy kicsit unalmas, de alapvetően őszinte videót. Minden jót, sziasztok!